miért kezdett el érdeklődni a gyógynövények iránt? Igazából már gyerekkorom óta egyébként nagy természetkedvelő voltam, ez családban is így volt, tehát ezt örököltem, sokat kirándultunk. Később viszont, tehát az egyetemi éveim alatt volt az, hogy megindult az a vágy, hogy minél többet túrázni, minél többet kint lenni a természetben, és amikor már elértem azt az időszakot, hogy már egyedül is túrázhattam, sőt, nagyon sokat túráztam, például a Bükki Nemzeti Parkban rengeteget, ott megismerkedtem egy túravezetővel, aki vezetett be igazából a növények világába, tehát ő kezdte el mutogatni nekem, hogy egyáltalán mi is van a környezetünkben, és elmondta, hogy igazából ezt ő tanítja. Aztán így indult nekem ez a műfaj, hogy akkor én is elkezdtem tanulni. Ugye a természetgyógyászatot végeztem el, és a természetgyógyászaton belül pedig a fitoterápiát, ami igazából ez a gyógynövénytan. És hogyan lett gyógynövény szakértő? Igazából ezt a megnevezést azért használjuk, mert a hivatalos megnevezésem az egy fitoterapeuta megnevezés, ez a természetgyógyászaton belül van ez a szakterület, viszont nagyon kevesen ismerik még ezt a szót, tehát nehezen tudják hova tenni, hogy milyen terapeuta vagyok pontosan, tehát hogy mit kell elképzelni, úgyhogy ezért ezzel szoktuk helyettesíteni, hogy gyógynövény szakértő. Ugyanis a fitoterápia az egy olyan szakterület, hogy egy kicsit kézen fogva tanítja, tehát az orvostudományt beengedve, ugye a medicinát, tehát a gyógyszerészkarnak úgymond a tanulmányait, egy kicsit a népi hagyományok, a népi gyógyászatnak az eszközeivel, tehát tényleg azokat a növényeket fogjuk tanulni, amiknek kifejezetten van gyógyhatása a szervezetünkre, és teljesen végigboncolva egy-egy növényt, hogy milyen hatóanyagok vannak benne, azok a hatóanyagok körülbelül milyen hatást váltanak ki. Arra is szoktunk figyelni természetesen, hogy vannak ezért ellenjavallatok is, mert hogyha valaki valamilyen gyógyszert szed, vagy valamilyen háttérben valami betegség van, akkor már tudjuk is azt, hogy mi az, amit lehet neki, vagy mi az, amit nem. Úgyhogy egyébként egy nagyon jó kis tudományterület ez. Azt szeretném önöknek most első körben, tehát az első adáson megmutatni, hogy egyáltalán mit nevezünk gyógynövénynek. Ugye azt is észre kell vennünk, hogy van a vadon termő gyógynövény, van a termeszthető gyógynövények, tehát amiket tényleg mi tudatosan tudunk termeszteni. A termeszthető növényekkel talán annyi szerencsénk van, hogy tudjuk, hogy miért ültetjük, egy citromfüvet tudjuk, hogy azt szeretnék ültetni, egy mentát szeretnék ültetni, levendulát, zsáját, orvosi zsáját, akkor ugye már fűszernövényekről is ugye tudjuk, hogy milyen jó gyógyhatása van, akár a rozmarinnak, akár a petrezselyemnek is, és még sorolhatnám. Tehát, hogy ugye a termeszthető növényekre azt szokták mondani, hogy ott egy bizonyos szinten ki is számítható, tehát egy biztos hatóanyagtartalommal rendelkező növényről van szó. Ha nem permetezzük, nem éri szennyeződés, akkor azt nyugodtan fel is használhatjuk ugye gyógyászati célra. Ez nem feltétlenül elmondható egy vadon termő növénynél, ugyanis a vadon termő növényeknél nagyon sok hibrid faja is megjelenik. Tehát mivel ő magát szaporítja tovább, ezért előfordul, hogy ott már keletkezhetnek hibridek. Ilyen például egy pemetefű. A pemetefű, amit orvosi pemetefűvet mi termesztünk, azt tudjuk, hogy az egy pemetefű, azt felhasználhatjuk később köhögéscsillapításra, vagy éppen köptetőszernek, de viszont van vadon termő pemetefű is, egy fekete vagy egy fehér, és mindegyiket felhasználhatjuk, de már annak a keserűanyag tartalma nagyon-nagyon magas. Tehát például sokan, ha kipróbálják egy orvosi pemetefűnek a teáját, és egy vadon termő, mondjuk egy fekete, főleg a fekete pemetefűnek a hatékonyságát, illetve az ízét, hát teljesen más a kettő. Viszont ugyanolyan jótékony hatású, de már nagyon nehéz felismerni, mert már nagyon tehát sokban különbözik a termeszthető növénytől, és ugye azt sem tudjuk, hogy mennyi hatóanyagtartalom van, tehát ezért van az, hogy most a fitoterápia próbálja ezeket a vadon termő növényeket egyre jobban tehát a tudomány szintjére felemelni, és bebizonyítani, hogy minek milyen jótékony hatása van. Vannak olyan növények, amikről úgy általánosságban azt hiszük, hogy jótékony hatású gyógynövény, de igazából többet árt, mint amit gondolunk róla?
Ezt úgy szoktam mondani, hogy minden növénynek van azért egy kis ellenjavallata, mint a gyógyszereknél is legtöbbször. Az egyik az, hogy például itt van egy ilyen, hogy mezei zsúrló, vagy például a csalán, nagyon jó gyógynövények. Szerintem azt sokan ismerik, tehát a csalán tényleg azt mondom, hogy mindenki fölismeri. Viszont azt kevesen tudják, hogy azt rendszeresen nem lehet fogyasztani. Tehát itt már pont a kérdésére válaszolva, hogy eljuthatunk egy olyan szintre, amikor már nem jótékony, hanem akár már káros lehet a szervezetre, ugyanis olyan erős vízhajtó hatása van, hogyha rendszeresen csak csalántát innánk, akkor 2 héten belül annyira kihajtaná a vizet a szervezetünk, ami már nem előnyös, illetve a káliumot is kihajtja, az meg a szívnek nem előnyös. Ezért például vannak ilyenek a intelmek, hogy egy csalánt önmagába csak 2 hétig utána szünetet kell tartani, mert már nem lesz jó. Vagy akkor úgy kell fogyasztani, hogy a csalánhoz hozzá kell társítani más gyógynövényeket, és van egy ilyen törvény, bürgi törvény, hogy ha minél több növényt használunk, tehát egy teakeveréket, akkor azt hosszú távon tudjuk szó szerint biztonságosan fogyasztani. De ugyanígy az illóolajtartalmú növényeknél is, a cickafarknál például, ott hoztam egy cickafarkot, vagy akár a zsájánál. Ugye most a levendula is porondra került, a kamilla, ezek mind magas illóolajtartalmú növények. Náluk például meg az a szabály, ugyanígy, hogy 2-3 hét fogyasztás után ugyancsak szünetet kell tartani, hogyha csak önmagába azt az egy növényt használjuk, mert az illóolaj is annyira fel tud gyülemleni a szervezetbe, hogy a háttérben később akár egy allergiás reakciót is okozhat, aminek nem tudjuk az okát, mert ugye ez csak a háttérbe kezdődik el, egy emésztőrendszeri probléma, vagy akármilyen esetleg egy irritációs köhögés, tehát nem tudhatjuk, hogy mi van a háttérben, úgyhogy így. Illetve arra kell figyelni, hogy a háttérben milyen problémák vannak, például a pajzsmirigy egy ilyen, hogy alul működik, vagy túl működik, mert ott például van 2 növény, ami váltja egymást, hogy egy pajzsmirigy alulműködésnél csak kakukküvet szabad használni, egy pajzsmirigy túlműködésnél meg csak zsáját. Tehát, hogy pont egymást kiegészítik, mert hogy az egyik pörgeti, másik lassítja például a pajzsmirigy működést. Vannak olyan gyógynövények, vagy gyógyhatású készítmények, amiket nem érdemes laikus embernek elkészítenie, mert olyan szaktudást igényel például az előállítása, amit nem ajánlanak egy szimpla normál átlag embernek. Igen, egyébként rengeteg gyógynövényes könyv található, amiben meg is említik, hogy például van a ginkó, most például ez jutott eszembe, de rengeteg olyan készítmény is van, hogy csak szintetikus úton, tehát eljárással lehet fogyasztani, tehát próbáljuk kerülni a házipatika készletet, ilyen a rutafű is, például kevesen tudják, de tényleg rengeteg ilyen, a vadgesztenyénél is azt szokták mondani, hogy lehet alkalmazni, de csak például külsőleg, tehát hogy mást belsőleg ne alkalmazzuk, ha lehet, tehát hogy az nem előnyös az emberi szervezetnek, úgyhogy azért szerencsére most már azt látom ezekben a újra megjelent könyvekben, de én is így egyébként ugye van egy könyvem, ugye a vadon termő gyógynövényekről, hogy én kifejezetten olyan növényeket tettem bele, amik felhasználhatók házi patika szerként. Azokat semmi esetre se szoktam beletenni, amiknél tudom nagyon jól, hogy ott van ez a szabály, hogyha lehet, akkor otthon ne készítsük el, mert esetleg túl magas az alkaloid tartalma, ami mérgező lehet, vagy olyan erős szívglikozidot tartalmaz, amitől esetleg a szív megállhat, ugye ez a gyöngyvirág, vagy tehát hogy nagyon sok olyan növény van egyébként, hogy a gyógyszeripar felhasználja szintetikus úton, de házipatika szerként nem lehet gyűszűvirág, tehát tényleg sorolni lehet ezeket. Ezeket otthon nem használhatjuk. Az a gyógynövény, amit már tudományosan bebizonyítottak, hogy jótékony hatása van a szervezetre, tehát valamilyen kémiai, biológiai hatása van. Mert hogy nagyon sokszor vagyunk úgy a túrák során, hogy sétálunk, és rengeteg növény van. Ebből körülbelül az 1/3 csak gyógynövény, a többi, azt szoktam mondani, hogy hát sajnos ki kell mondanunk, az egy gyomnövény. Vagy mérgező növény, mert ugye az is ott van, hogy például megvan, hogy mit lehet használni, és mi az, ami kifejezetten mérgező. Ugye, tehát azért ismerünk ilyeneket.
A mérgező növényeket azért érdemes felismerni, mert például most a gyöngyvirág jutott eszembe, mert mindenkinek az jut eszébe például egy medvehagyma gyűjtésnél, hogy jaj, csak gyöngyvirággal ne tévesszem össze, vagy egy őszi kikerisnek a levelével, vagy egy salamonpecsét levelével is szokták egyébként összetéveszteni, mert már láttam olyan gyógynövénygyűjtést, medvehagyma gyűjtést, hogy sajnos a kosárkába a salamonpecsétje is belekerült. Na most tényleg azért kell erre figyelni, mert valóban például a gyöngyvirág, meg a salamonpecsétje is olyan szív glikozidot tartalmaz, hogyha azt bevisszük a szervezetbe, mert azt gondoljuk, hogy az egy medvehagyma, nagy mennyiségbe elfogyasztjuk, akkor megállítja a szívet. Tehát tud ilyeneket okozni. Aztán sok olyan mérgező növény van, amire azt mondják, hogy az alkaloid tartalma véget, tényleg belsőleg ne fogyasszuk. Ide tartozik egyébként a fekete nadájtő is, bár német irodalmak, amik átjönnek azért, tehát lefordítanak, és tényleg rengeteg könyvem van nekem is, és ilyen ehető vadnövények között ott van a fekete nadájtő. Sok az ember gondolkodik, felteszi a kérdést, hogy mi azt tanuljuk, hogy annak magas alkaloid mérgező hatóanyaga van, belsőleg nem fogyaszthatjuk, csak külsőleg, de mégis ott van az ehető növények sorai között, mondjuk tényleg egy német irodalomban. Ez azért van, mert a levelében kevesebb az alkaloid, a gyökere, ami számunkra gyógynövény, abban van legtöbbnyire az az alkaloid, tehát a levelét régen tényleg salátába, főzelékbe felhasználták. Mi a helyzet az allergiásokkal? Ők is használhatják a gyógynövényeket? Én azt szoktam mondani, hogy az allergiát ki kell nyomozni, hogy mire allergiás valaki, mert ha valaki mondjuk a virágporra, tehát hogyha kifejezetten azt mondják, hogy neki a virágpor nagyon előnytelen, akkor neki nem illik azért virágos hajtásokat fogyasztani, illetve van nagyon sokféle allergia, tehát a hisztamintól kezdve, most például, ugye például a csalán is tartalmaz hisztamint, tehát tudni kell azt, hogy konkrétan milyen allergiával küzd az illető, és akkor össze lehet állítani egyébként egy egyéni gyógynövényes keveréket, amit viszont fogyaszthat. Viszont, hogyha egy általános allergiás rohamok vannak, lehet a parlagfű is ilyen, arra például azt szoktam mondani, hogy megelőzni lehetne, úgy, hogyha az ember egy picit tisztítaná a szervezetét, tehát egy szolid módszerrel, egy kis méregtelenítéssel rásegíteni arra, hogy ne induljon be az allergiás reakció később, amikor mondjuk éppen szezonja van az aktuális növénynek. Ha valaki rendszeresen gyógynövényt fogyaszt, vagy használ, akkor oda kell figyelni a táplálkozására, az életmódjára, befolyásolja ez valamiféleképpen a hatását a készítménynek? Nem, így a táplálkozásnál én azt gondolom, hogy nem. Ugyanis pont, hogy karöltve kéne, hogy ez jól működjön, mert mindenki küzd például, hogy jó, erős immunrendszerünk legyen, hát ahhoz sok minden paraméternek ugye meg kell felelni, például az egészséges, például életmód, és ebben benne van a táplálék is, hogy mit viszünk be, mennyire egészséges a bélflóra, ugye, hogy mennyi, tényleg, hogy mennyire figyelünk erre. Úgyhogy az étrendhez nem kötődik szorosan, szerintem a gyógynövény használata, sőt egymást nagyon jól kiegészítik. A legtöbb táplálék kiegészítő vitamin, ásványanyagok, ezek mind-mind együtt alkalmazhatók, sőt az az előnyös, hogyha például olyan gyógynövénykeveréket fogyasztunk, amiben például van egy üröm, vagy egy diólevél, vagy egy katánkóró, amik meg kifejezetten elősegítik a különböző ásványok és vitaminok felszívódását. Tehát, hogy még igazából a gyógynövények még segítik is a bevitt táplálék, vagy éppen ásanyag, vagy vitaminkészlet felszívódását. Amire figyelni kell, az a gyógyszerszedés. Ott viszont tényleg szabályok vannak, hogy például kiszed vérnyomás csökkentőt, szívgyógyszert, véralvadásgátlókat, vérhigítókat, vízhajtókat, és sorolhatnám, tehát a gyógyszerszedésre kell nagyon odafigyelni. Valóban a gyógynövények ugyanúgy felveszik egyébként, tehát nagyon hatékonyak tudnak lenni, mint a gyógyszerek, hiszen a gyógyszerek alapanyaga is azért a gyógynövényekből származnak. Annyi a különbség, hogy mivel ezekben nem olyan koncentrált, és nem olyan magas a hatalmi tartalma, mint mondjuk egy ilyen kis kapszulába, ezért ennek idő kell. Ő egy lassú terápiának, egy kiegészítő terápiának nagyon jól működik. Arra kell csak figyelni, hogy ismernünk kell az egyént. Tehát, hogy itt az ellenjavallata is, hogy
egyéni receptúrák kellenek bármilyen problémára. Tehát az ember azt mondja, hogy jó, nekem csak egy megfázás elleni te a keverékkel. De nem mindegy, hogy milyen a pajzsbrigy működés, nem mindegy, hogy szede véralvadásgátlót, vízhajtót közbe. Nem tudhatjuk, hogy a háttérben mik vannak, mert azért ezt tudni kell, és utána összeállítani egy receptúrát, vagy csak megfázásra, vagy csak egy gyulladás csökkentésre, vagy csak egy emészt, csak, de akkor is tudni kell azt, hogy mi van mögötte, és úgy egy egyéni, egyedi receptúrát kell összeállítani. Mik azok a gyógynövények, amiket a legtöbben szoktak használni? Ez változó. Ugye először azt veszem észre, hogy azt fogyasztják, ami elérhető számukra. Tehát nagyon sok évet csinálom ezeket a gyógynövénytúrákat és programokat, és azt vettem észre, hogy vagy amit ők hallottak, tehát régről, szüleiktől, nagyszüleiktől, hogy a kamilla, a cicka, fark, az mindenre jó a család. Tehát, hogy van ez a vonal, hogy ők amit tényleg tanultak, és ami elérhető. Vannak, akik ugye, amit a herbáriában kapnak, amit a herbáriában ugye boltokban javasolnak, most már az interneten is találnak recepteket, keverékeket, tehát ami éppen elérhető. Én azt veszem észre, hogyha viszont a követők, akik úgy követik a programjaimat, hogyha hogyha tényleg figyelnek, hogy mit mondok, akkor szerintem a kedvenc gyógynövényünk az apróbojtorjén lesz, tehát egy picit tudatosan is ezt szoktam kihangsúlyozni, hogy egy olyan növényről van szó, ahol nincs ellenjavallat. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy akár hosszú távon lehet fogyasztani megelőzésképpen is, kicsiknek, nagyoknak, bármilyen gyógyszerszedők, bármilyen betegségben szenvedőknek, és egy tényleg egy olyan alapgyógynövény, amit tényleg úgy érzem, hogy az legyen az alap, hogy legyen a házi patika készletbe, és akkor ahhoz tudunk még gyűjteni pár dolgot. És igyekszem azt mondani az érdeklődőknek, a túrázóknak, hogyha lehet, akkor mi saját magunk szedjük meg a gyógynövényt, mert tudjuk, hogy hol szedjük, mikor szedjük, milyen állapotába, végigkísérjük a szárítási folyamatot, a tárolási folyamatot, tehát szerintem a lehető legjobbat tennénk, hogy ami a környezetünkben van, az gyűjtsük be. Mit gondol a hagyományos orvostudomány, hogyan viszonyul ahhoz, hogyha valaki mondjuk csak gyógynövénnyel szeretné kikúrálni magát? Szerintem most már ez nagyon kétélű, ugyanis nagyon sok orvos már elfogadja a természetgyógyászatot is. Én azt látom, hogy a természetgyógyászatot már nagyon magasra fölemelték, tehát nem mondom, hogy az orvosok szintjére, de egyébként tényleg igyekeznek tényleg a színvonalat emelni. És úgy látom, hogy nagyon sok orvos ebben, és nagyon sok kórház, vagy tényleg olyan helyek, egészségügyi helyek, centrumok, akár ilyen magánklinikák is már nyitottak erre a területre, viszont biztos, hogy találkozunk még régi gondolkodású szakemberekkel is, akik inkább nem azt mondom, hogy nem támogatják, inkább mivel nem ismerik ezt a területet, ők mindig óvatosságra intik egyébként a betegeket. Tehát nem azt mondják, hogy ne fogyasszák, hanem ők lehet nem tudnak ebbe tanácsot adni, de inkább óvatosságra intik, hogy figyeljenek, vagy kérjenek ki egy tanácsot. Úgyhogy elviekben én azt látom, hogy nagyon jól kiegészíthető, tehát hogy egy hagyományos orvosi módszer, akár a gyógyszeripar, parban találhat gyógyszerek mellett, tehát hogyha az ember tudja, hogy hogyan tudja az adott gyógyszert, adott terápiát egy alternatív más terápiával kombinálni, akkor szerintem nagyon jó eredményeket lehet elérni. Például egy szemgyulladásnál régen az volt ugye a szokás, hogy kamillával mosni a szemet, ha kötőhártyagyulladás van, árpa, akkor kamilla teát neki. Hát most már nem engedi egyébként a fitoterápia, tehát már mint, bocsánat, hogy így nevezem, de hogy már a fitoterápiában azt tanítják, hogy nem szabad kamillát a szembe tenni, mert illóolaj tartalma véget egy allergiás reakciót is tud kiváltani. Ellenben szemvidítófű, tölgyfakéreg, diólevél, tehát egy sima cseranyagtartalmú, nem illóolaj tartalmú növény, nyugodtan lehet szemfürdőnek, vagy akár ilyen kis kezelésre alkalmazni.
Akkor elmondhatjuk általánosságban, hogy újra kezd visszatérni a divatba és a köztudatba a régi füves embereknek a szokása, a gyógyítása, mindene, hogyha úgy vesszük. Így van. Egyébként én tényleg azt látom. Amikor én elkezdtem 2015-ben, én azt hittem, hogy egyedül leszek szinte ezen a területen, és mára már azt látom, hogy rengetegen tanulják is ezt a fitoterápiát. Nagyon sok helyen látom, hogy házi orvosok is részt vesznek ilyen természetgyógyítás képzéseken. Eleve a gyógyszerészeknek van, én gyógyszerész családból származom, tehát nekik van eleve ilyen növénytanuk, tehát ők tanulják, mert hiszen legtöbb gyógyszernek a hatóanyagtartalmát is a növényekből vonják ki. Úgyhogy szerintem most azt látom, hogy az embereknek az érdeklődése visszatér ehhez a természet adta lehetőséghez, és egyre inkább, egyre nagyobb az igény. Olyan, mintha egy ilyen mély álomba zuhantunk volna, valahol, mintha tudtuk volna, hogy nagyanyáink ittak ilyen, tehát foglalkoztak volna vele, de hirtelen ugye sok minden bejött, új ízek, új lehetőségek, és most valahogy mégis visszakanyarodnak, tehát azt látom a családok, az anyukák, tehát egyre többen szeretnének saját maguk gyűjteni növényeket, és minél természetesebb módon megteremteni ezeket a lehetőségeket. Az előbb említést tette a kiadványáról, ami a környék gyógynövényeit foglalja magába. Milyen kérdésekre kapunk választ konkrétan ebben a könyvben? Ennek a címe a gyógynövények nyomában. Ezt azért adtam, mert ugye nagyon sokat túrázunk, vannak ilyen programjaink, hogy kiviszünk embereket, és akkor a éppen adott helyszínen milyen gyógynövények vannak, egy ismertető, és ugye a felhasználásra is adok információt. És bevallom őszintén, hogy arra gondoltam, hogy ezt így összefoglalnám, tehát ez a vadon termő gyógynövényekről szól, amik tényleg a környezetünkben vannak, ez nem a termesztett, nem a kerti növények, tehát tényleg olyanokat találnak ott, amik most éppen a terítéken vannak itt az asztal, amik itt tényleg úgymond vadon teremnek, és aki szeretne gyűjteni, neki adok ugye lehetőséget, vannak bent videók is, hogy hogy lehet felismerni és megkülönböztetni egyes gyógynövényeket, mert hogyha lehet, hogy valaki először akar szedni mondjuk aranyvesztőt, nem tudja hirtelen felismerni, úgyhogy ehhez hasznos videókat is csatoltam, ilyen QR kóddal lehet olvasni a könyvben, de nagyon szépen leírom alaktanilag, hogy mi alapján lehet felismerni, tényleg egy profi fotós csinálta a képeket, hogy minél élethűbbek legyenek, illetve ugye ott van, hogy lehet felhasználni belsőleg, külsőleg, mire lehet felhasználni, tehát a felhasználásra is nagyon bőségesen kitérek, és akkor még recepteket is szoktam hozzá tenni, tehát hogy teaként, hogy lehet elkészíteni szörpként, lekvárként, ugye adott termésekből, de hogy lehetne még egy tinktúrát készíteni akár, vagy egy olajat, kenőcsöt, tehát attól függ, hogy milyen sokféle felhasználási lehetőség van, és minden növényhez hozzátettem egy érdekességet is, hogy miért az lett a neve, milyen hagyomány, vagy milyen érdekesség fűződik ahhoz a növényhez, úgyhogy viszonylag egy tartalmas könyv lett. Jelenleg a járványos időszaknak a front gyógynövényei a kakukkfű, a szurokfű, a bazsalikon, az fűszerek között a szegfűszeg. A szurokfű az a vad oregánóval is, vagy majorannával is ki lehet váltani. Ezekre mondják azt, hogy ha más nincs, ezeket ha isszuk, akkor viszonylag a vírusokat ki tudjuk azért méretelníteni magunkból.